Köszöntöm nézőinket, beszélgető társam Molnár Pál, a Városgondosság vezetője, hiszen elkezdődött a hószezon. Hogyan készültek fel erre önök? Hasonlóan az elmúlt évekhez a Városgondosság most is nagy figyelmet fordított arra, hogy mikor következik be az az időszak, amikor indítani kell a hóeltakarítás és síkosásmentesítési programot. Ez egy picit ebben az évben később történt meg, ugyanis a korábbi években november elején meg kellett már ezt tenni, ugyanis nem egyszer már november elején síkos utakkal találkozhattunk, vagy éppen leeső hóval. Viszont ez az év egy picit kegyesebb volt hozzánk, később kellett indítani. A héten, a keddi nap ez megtörtént, tehát november végére datálódott ez, 14 járművel, kis és közepes, valamint nagyméretű járművel készültünk fel az eltakarítási munkákra, valamint emberanyagban is fölkészültünk, a hómunkásokat hólapátokkal szereltük föl, seprűkkel, arra az esetben, hogyha olyan mennyiségű hó hullik le, amelyek még ezzel letakaríthatók, fölkészültünk arra az időszakra is, amikor síkos utakkal találkozhatunk, síkos járdákkal, síkos közutakkal, 50 tonna szóranyagot tároltunk be, amely nagy mennyiségű leeső hó esetén, vagy hosszantartó síkos utak síkosságmentesítésére biztosítja a csúszásmentes utakat. Úgy tudom, hogy új eszközöket is sikerült beszerezni. Igen, egy pályázati keretből sikerült az egyik árukású gépünket lecserélni egy újra. Ez az elmúlt héten került beüzemelésre. Ez az árukású gép is tololappal van felszerelve, amely a hóeltakarítási munkákban nagyon nagy segítség, nem csak a hótolásban, hanem a parkolóknak a hómentesítésében, a hó átpakolásában, vagy járműveken történő elszállítás esetén a járművekre történő hófölrakodásban is nagy segítséget nyújt. És hát azt hiszem, hogy a lakosság is tudja önöket segíteni, hiszen emlékszem, hogy itt márciusban, amikor hirtelen még azért nagy hó volt, az is gondot okozott itt a főtéren és több olyan utcában, ahol a parkolóban ott álltak az autók napokig, hogy nem tudták megközelíteni. Tehát gondolom, egy picit a lakosságtól is nagyobb odafigyelést kérnének. Természetesen ezt minden évben el szoktuk mondani, hogy a parkolókat abban az esetben, hogyha az időjárási jelentésben hallhatunk már róla, hogy nagyobb mennyiségű hó fog leesni, akkor lehetőleg úgy parkoljunk járművekkel, hogy a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat ne akadályozzák. Valamint én azért szeretném felhívni a figyelmet a közlekedők figyelmére, hogy óvatosabban közlekedjenek. Vonatkozik ez a gyalogostól a kerékpároson át a járművezetőkig, ugyanis ez egy olyan időszak, amikor nem olyan a tapadása, akár a cipőnek, akár a kerékpárgumijának, vagy éppen az autógumiabroncsának. Érdemes lecserélni téli gumira, ilyenkor a járműveknek a gumiabroncsát, és lassan, óvatosan közlekedni természetesen, mert minden pillanatban és minden helyen nem lehetünk ott, amikor a közlekedőnek mondjuk szüksége van egy korai indulás esetén, a jeges utat nem biztos, hogy el tudtuk, vagy föl tudtuk még sózni, vagy föl tudtuk szórni. Ilyenkor nagyobb odafigyelés kell, ugyanis jóval nehezebb megállni, valamint sokkal könnyebben megcsúsznak a járművek. Egyébként, ha a éjszakai órákban, vagy hajnali órákban történik a hóesés, vagy a síkos utak kialakulása, erre is fel vagyunk készülve, ügyeleti rendszerben, amennyiben szükség van rá, akkor fél órán belül a járművek el tudják hagyni a Városgondosság udvarát. Reméljük, hogy nem lesznek problémák, és mindenki segíti az önök munkáját, hiszen önök is nekünk segítenek a közlekedésben. Én jó munkát kívánok önöknek! Köszönöm szépen!